Jó estét, hölgyeim és uraim, mit is hozott a nyuszi a fa alá? Robocraft. Nem tudom, hogy bizonyos sokan közületek játszottak kiskorukban Lego Racerrel. Aki játszott annak volt gyerekkora, nagyszerű kis játék volt, ugye bár Legokból építetted meg a járművedet, nézheted ki szerintem akárhogyan, rengeteg félképpen, aztán azzal versenyeztél. Nos, ez itt a Lego Racer és World of Tanks találkozása, mondhatnám. Te építed meg akármiféle járművet, amit csak lehet. Láttam már sokkal látványosabbakat, mint az én kis Scorpio dizájnom, vannak óriási piramisok, vannak rengeteg minden van most, kurva, hogy nem jut eszébe az embernek semmi, de majd csatával viszont aztán látjátok, hogy miket építenek. Például láttam már óriási medvét, egyetlen labból volt az egész kirajzolva, egy ilyen pixel art, illetve volt óriási ember karddal a kezében, akit elég volt egyszer nyakon lőni és szétesett az egész. A lényeg az, egy roppant poén a free to play játék, gyors letöltése, egyelőre még alfa. Annyira alfa, hogy előző héten, mikor elkezdtem ezzel játszani, nem volt még térkép sem a játékban a pályákhoz. Azért mondja, hogy így normális, így tervezték be, van helyette radar, ami mutatja az ellenséget, hogy merre fele van a legközelebbi. Térkép viszont nem volt. Nem, annyira alfa, hogy az is most készült, még el a napokban tették föl. Most már az is van a játékban, szóval gyorsan fejlődik, halad. Alfa játék, ahogy mondtam, tehát rengeteget fog még valószínűleg változni. És alapvetően miről is van szó, ahogy mondtam, pakoltunk blokkokat, azt építünk, amit akarunk, ez most csak egy kis balegérre pakol, jobbegérre bont. Vannak mozgáshoz hajtóművek, kerekek, vannak ezen kívül még, megmutathatom itt esetleg, movement, vannak ilyen kis légpárnás hajtóművek, lebegtetnek a levegő fölött, lehet repülőt is építeni, nem csak tankot, vagy bármiféle autószerűséget, járművet. Lánctalp az nincsen a játékban, viszont ha elég sűrűn pakoljuk a kerekeket, akkor el lehet érni egy hasonló hatást. Láttam már konkrét tankonak kinéző dolgot is megépítve ebben a játékban, tehát itt csak a kreativitás az, ami határt szab, meg esetleg itt felül a CPU-t pontok. A 37-es szín mellett ott van, hogy ez 312, flopsot fogal, ami nem tudom, hogy micsoda, a lényeg, hogy annyi blokkot pakolhatnék 820-ból, ahogy lépünk szinteket, úgy lesz egyre több, és igazából én már nem is tudnék akkor a járművet építeni, mi mindent ezt elfoglalja. 10 tier van, 3 garázs kapunk, már lehet töltögetni járműveket, egyelőre ez üres. Ez itt a legnagyobb tier 4-es, de közel a tier 5-höz, most éppen nem versenyképes, leszereltem a kerekeit, hogy rápakoljam a tier 2-esre. Játszottam egy-két barátom, akik most kezdték el ezt a játékot, miután bemutattam nekik, szóval oda kellett egy kisebb szintű jármű. Itt lennének egyébként a hajtóművek, a radarjaim, ezek a fegyverzetek, itt már valamilyen nagyobb lézerágyuk vannak. Ágyukon mellett egyébként a lézereken kívül van még egy másik fajta a plazma, ha esetleg ilyenek a plazmák, textúrában jobban látszik. Ez olyan, mint a tüzérség World of Tanks-ben, tehát a lézereknek nagyjából 50 méter környékén van a hatótávja mindegyiknek kivétel nélkül. Kicsit változik, 51 méter, fejebb esetleg 53 a maximum, 53 vagy 54, de elég nagy különbség, 55 méter ez például jóval messzebb, mint mondjuk egy 50 méteres, csak nem érződik. Tehát inkább nevezném egységnek, mint méternek, ha csak nem valamiféle mikróba járművekkel játszunk, mert annyira kicsik a távolságok, ilyen, vagy annyira nagyok a méterek, hogyha így nézzük, tehát ez kevesebb, mint egy méter ez a jármű, hogyha ilyen formán tekintünk rá. Tektriben, amiket lehet fejleszteni, azok a blokkfajták, amiből építkezhetünk. Igazából ezeknek az üvegblokkoknak a drágábbak, mint a normál, de nincsen jelentősége. Lát tőle a sofőr biztos jobban, de nem kell látnia, tehát attól nem leszünk pontatlanabbak, hogyha nem üveget kap. Valamennyivel kevesebb páncél. A zöld az, aminek van 25 páncél, mert ez az első páncélzat blokk fajta, drágább, mint a fehér. A feketék azok, fekete-fehér ugyanannyit véd, viszont a fekete nehezebb, hogyha ki akarjuk egyensúlyozni a járművünket, vagy a közepére egy kis balasztot pakolni. Kék az már jóval páncélottabb, az már 35-ös, a sárga az, ami 30-as, az is igazából elegendő páncél. Következő lenne a piros, ami viszont 250 techpointba kerül, az előtte lévő meg kb. 75-be, tehát elég gyorsan drágulnak a dolgok, amit itt is letegyetek a különbségeket. 15, 75, 3, 90, 1150, elég nehéz ebbe bepakolni, főleg, hogy meccsenként, tier 4-ben nagyjából olyan 700-800 körül lehet keresni egy átlagos meccsen. Minden egyes tierben, ahogy játszunk, egyre több crate-et kapunk, most nem tudom, minek nevezem, RP itt a neve, illetve van a premium pénz, az a GC. De még nem vásároltam, igazán látom sok hasznát, talán ebből boostot vásárolni fogalmam sincs. Annyi biztos, hogy mindent meg lehet venni, minden blokkot GC-ért, de szerintem nagyon-nagyon érdemes, itt van a Cube Depot-ban, igen.
ha gyorsabban akarunk haladni az építkezéssel. Tech-train kívül van még persze az inventory-ink. Inventory-ban tárolja az összes blokkot, amit megvásároltunk, vagy alapból kaptunk, és az összes járműünk ezekből osztozik közösen, tehát... Igen, amire lehet költeni a GC-t, az a premium money-t, kozmetikákból, zászlók, vagy nem is tudom, ilyen kis kitűzők, inkább badge. Meg most adtak a játékba ilyen csak kozmetikai díszítés. Vapor Trail, ez ilyen füstöt húz maga után a jármű, hogy halad elég. Poénnak néz ki, jó kis ötlet, ezt is a napokban adták hozzá a játékhoz. Radarok, hogy mondtam, mutatják a dolgokat. Lámpának nincsen egyenlőre értelme, talán majd lesznek egyszer ilyen pályák. Pazakos egyébként mesélte nekem, hogy 9.0-ban World of Tanks-ba is került volna be ilyen pályás csata, viszont azt mondták a játékosok, a teszterek, hogy nem láttak semmit az ütközetből, mert iszonyatosan sötét volt, és még csak egy holdat sem tettek a játékba, vagy bármi más égitestet, ami esetleg adott volna valami fényt az éjszakában. Hogyha megsemmisültök egy csatában, nem kell végignézni, nem is lehet végignézni akkor sem, hogyha akarjátok, kidob egyből a garázsba, újraépíti a járműveteket, és mentek egy másikba, titeket az ütközet már nem érint, szóval egyből visszakapjátok a járműveteket. Illetve vannak itt is social, elbetűvel lehet gyorsan elérni, Q-val az inventory-t, B-vel a csatát, ezeket szoktam használni, P-vel lehet practice, azzal lehet teszteni egy járművet, hogy milyen lett, ha megépítjük, az főleg mozgásra hatékony, vagy az ágyuknak az eljezésére. Barátokat fel lehet venni, és utána vannak szakaszok, itt is három fős, ha csak nem vagyunk prémiummal, akkor lehet több, nem úgy, mint a VOD-ban. És úgy néz ki, hogy lesznek meg klánok, és egyelőre ilyesmire még nem tudok, hogy lenne működésben. Nézzünk egy tier 2-es meccset, ez most olyan tier 2-es jármű, itt alul mutatja a csíkokban, leginkább a fegyverek adnak hozzá a dologhoz. Ha még egy blokkot ráteszek, akkor már tier 3-as, nem tévedtem mégsem. Valamit leszereltem róla. Van a practice. Játékon belül. Alapvetően ez egy ilyen skifi-szerűség, tehát egyelőre három pálya van a játékban. Kettő a Marson, kis völgyekben, harmadik pedig egy jeges fantázia bolygón. A practice-ban alapvetően AI-k ellen próbáljuk ki a járvőnket, akik közül van, amelyik visszadő, van, amelyik nem, többsége nincsen fegyverzettel ellátva. És ez a legfontosabb dolog, arra kell figyelni, hogy a lényeg, hogy ne veszítsük el az összes lövegünket, legyen minél több a járművön, vagy hogyha nincsen túl sok, akkor menjünk biztos azon tekintetben, hogy nem fogják megsemmisíteni. Ha elveszítjük minden lövegünket, akkor nem vagyunk túl hasznosak a csapatunk számára, maximum el lehetünk foglalni. Igen, itt is lehet bázis foglalással nyerni. Sőt, egyelőre az a fő célja egy-egy csatának, hogy befoglaljuk az ellenfél bázisát bármi áron. Az ütközet meg csak mellékes időnként. Ez egy egész hatékony kis fegyverzet, bár nem túl páncéltak az ellenfelem. Ez itt egy repülőjármű. Leszettem a farkát, most már nem annyira stabil. Pilóta főkét kell célozni, amíg van akár csak három... Mi az? Megtartatja akár az egész járművet is, de hogyha a pilóta főke megsemmisül, akkor vége az egésznek. Nos, most, hogy ismét felfegyvereztem a Chimera Mark 2-est, így nevezgetem a járműveit, mert volt korábban egy óriási piramisom, azt Rammusnak hívtam, bár elég is illékeny volt és nem volt túl hatékony design, főleg, hogy mozgásképtem volt, mert rosszul helyezgettem el a kerekeket, nagyon könnyen felborult, elég problémás volt. Itt már, ez például egy design, amit én alakítottam ki, ellenfeleim járműveinek a felépítését néztem. Úgy azt vettem észre, hogy ha egy jármű alacsonyabb az átlagnál, tehát nem túl magas, nehezebben lövik, vagy legalábbis kevésbé fordítanak rá figyelmet az ellenfelek, és tovább megmaradnak az ágyúi, nem koncentrálnak annyit tüzetre, ez be is vált, illetve a kerekek elrendezésével sikerült stabilizálnom a mozgását, szóval attól félre, hogy milyen széles, nagyon jól mozog. Tehát volt korábban már óriás piramisom volt, aztán egy ilyen klasszikus első világháborús tankom, ami egy ilyen nagy kocka volt rajta toronnyal, meg oldalán elején tetején ágyuk, vicces volt az is, elég sokáig húzta. Később voltak pedig ilyen páncélt csapatszállító járműnek kinézőek, mert hosszúak voltak a kerekek miatt, páncéltak voltak az oldalán, szóval sokfélét kipróbáltam. Tier 3, Tier 4 környékén volt az, hogy már nagyobb ágyúkkal szerelkeztem fel, ezeknek jóval több hely kell, mint kisebb szinten, nem lehet a közöttük betenni dolgokat, szóval nagyobb járműveket kell építeni több ágyúhoz. Lássuk, mennyi idő még bedob meccsbe. Addig pár pillanat. Elég aktívak a szerverek, stabilan. Ráadásul itt nem cseszik el ezt a játékot olyasfajta patch-sel, mint a VOD 9.0, amitől rondább lett a játék, ami is laggósabb, szóval csak gratulálni tudok érte. Egyébként egész hasonló a World of Tankshoz, ahogy láthatjátok. Picit megfogyott a játék pár pillanatra. Meccs elején levegünk a levegőben, és nem kapunk térképet sem. Eljetetete. Pályának a térkép, ez is nagyon új dolog. Előjeinte nem is tudtam, hogy hogyan kéne ezt most akkor használnom, de aztán eljöttem, hogyan lehet használt venni. Továbbra sem lehet még megnézni, hogyha elkezdett az ütközet, a
játékosok listáját, tehát csak a meccs legelején néztetjük meg, hogy milyen tierben vannak ellenünk. Kicsit laggos a játék felvétel mellett sajnos, ez igazából az én számítógépemnek a problémája. Megpróbálunk vele együtt dolgozni. Ha nem veszem fel, akkor igazából nincsen probléma laggal. Bal egérrel lövünk, jobb egérrel célzunk. Viszont után lövöldözök, ha meg visszaszorítjuk, akkor egyszerre több tud dönni, de egyszerre csak kettő ágyú lő. Beismertük az ellenséget, 150 méter távolság van, mert a 100 méteres még nem jelzett. A jobb oldali radarom az, ami messzebből is jelzi az ellenséget. Ott a piramisukat már lövik is. Egy-két ágyomat már el is vesztettem a frontomról sajnos. Az az óriási házikon nagyon támad. Agresszív kis palota. Nézzetek meg, olyan mint egy kínai kastélytorony. Az ágyúira érdemes fókuszálni a tüdőnket. Bár nekem már nem nagyon van mivel büntettem. Úgy látom az is egy elég működés, és itt a légierő. A repülők ebben a játékban OP-k, tehát vannak ugye a plazma ágyuk, az a legundorítóbb, amikor valaki felépít egy olyan plazma ágyus járművet, ami 50 méter felt repül, elég hélium blokkot pakol bele, hogy a levegőben maradjon 50 méter felt, akkor lézer ágyukkal nem érjük elő, viszont plazma ágyukkal képes minket lőni. Jelenleg három kerekem van és az ődésem. Ezzel sok minden nem tudok mit csinálni, nagyon manőverezni se. Megpróbálok elmenni az ellenség bázisa felé foglalni, de nem minném, hogy összejönne, mert ha két kerekem lenne, akkor esetleg négynél még könnyebben, de így nem nagyon tudok mozogni sajnos. Egyik oldalra félre húzok állandóan. De. Gyönyörű textúrás szikla. És fel is borulok. Ez mi? Jó, oké. A gravitációval még vannak kisebb problémák, mert végül is ez egy idegen bolygó. Ki tudja itt milyen a tömegvonzás. Ó, oké, akkor most tolatunk. Seggel előre. Tehát az oldalt még a csapatom úgy gondolta, hogy segítetek nekik esetleg valamiben, de nem nagyon. Kerekekről esetleg még annyit, hogy háromfajta kerék van. Van a legfelső fajta, mert a Tech Tree-ben a legfelső az energiát ad, de kanyarodni nem tud, azzal csak előre fele lehet menni sebességet adva. A második kanyarodni lehet vele, de energiát nem ad. A harmadik pedig kanyarodik és energiát is ad. Ilyeneket használok én, nem tudom igazából, hogy a másik kettőnek milyen haszna van, vagy mikor lenne hasznos. Én el vagyok ezzel is kijel, amikor ennyire meg van nyomorítva a járműben. Igazából nincs is járműben, ez csak a széken, pár keréken. Most pedig foglalunk, látjátok a térképen. Érdekes egyelőre még. Ígérték azt is, hogy a radarokat kicserélik. A jelenlegi érzékelős radarnak az a lényege, hogy ha elég közel vannak, akkor a legközelebbi ellenség felé mutat. Aztán ezeket majd le fogják elvileg cserélni a térkép mellett. Most, hogy van térkép, le fogják majd cserélni olyan fajtára, mint a World of Tanks-ban a rádió. Az egyik lesz az, ami az ellenséget észleli, mint azon a látótávunk, a másik pedig az, hogy közvetítjük a csapattársainknak ezt az adást, illetve mi elérjük más csapattársaink adását. Jelenleg az egész pályát belátom, tehát látom, hogy ott vannak a csapattársaim a bázison, pedig már nincs is radarom. Szóval jelenleg a radarjainknak most, hogy belegondolok, nincs is olyan sok értelme per pillanat. És nyertünk foglalásból, a legjobb fajta. Nem sok mindent csináltam, de látom, hogy sok robata mozdulatokkal távozok. Hát nem sok mindent kaptunk érte. És minél nagyobb a járműnk, annál tovább építi újra. 20-valahány másodperc már egy picit bosszantó. Fel lehet gyorsítani, ami pénzbe kerül, lehet ezt fogom tenni most. És akkor egyből, eddig még nem csináltam, de ez RP-be kerül, szóval nem prémium pénz az újraépítés, legalább ebben nem piszkálnak minket. Nem függ ez a játék olyan sokban a prémiumoktól, inkább egyelőre még csak a díszek, talán majd később bevezetnek valami szigorú rendszer, de remélhetőleg prémium lézerágyuk nem lesznek benne. Így sem érnek túl sok mindent a páncélok igazából, mert mindenki a saját tierjénél 5-6 szinttel nagyobb ágyukat cipel. Egyébként vicces, hogy a World of Tanks-nak a kategóriája MMORPG, de azt hinnék, hogy MMORPG-ben kiválaszthatod, hogy milyen fegyverzetet, meg mindent kiválaszthatod, hogy mit pakolsz a járművet, de aztán volt egy olyan MMORPG, ahol csak egyféle konfiguráció megfelelő egy-egy tanknak, esetleg kettő. És egy picivel több ellenfél van. Úgyhogy a matchmakinget azt hoztuk.
Oldalt pedig lehet látni még a töltőképen belül a csapattársaknak, meg ellenfeleknek a jármű nevét is, amire ők elkeresztelték a masinériájukat. Vannak egész viccesek. Ott láttunk egy repülőt. Nézzetek, így néz ki egy igazi Tier 4-es meccs ezen a nyílt pályás terepen. Egyébként talán ez a kedvenc pályám is. Hopp, ott egy Minecraft Creeper, zseniális. Srác felépített egy Minecraft Creeper, de már el is pusztult, mert nem volt rajta semmiféle páncélzat. Ahogy mondtam, itt igazán idióta dolgokat is meg lehet építeni. Hopp, ott az ellenség. Elég nagy ágyukkal felszerelve. Pusztít minket, és megy foglalni. Szokik a gyáva. Azon megyek át, hogy tudok valamit védeni a belőle. Szegény Godzillát már csak kivégeztem, mert fel volt borulva. Arra figyelni kell, hogy ebben a játékban felborul a járművünk, nem sok mindent tudunk tenni ellene. Oké, van egy csapatásunk, aki fogja a bázisunkat, legalábbis próbálja. Az egy ellenséges tüzér. Mi ez a rengeteg tüzér, édes Isten, és jön az ellenség. Jön az ellenségnek az erős. Hoppá! Igen. Egész sokáig húztam a srác, nyilvánvalóan nem tudta, hogy az ágyon merre kell koncentrálni, mert csak nagyon a végén vesztettem el a tűzerőmet. Ez aztán hirtelen eltűnt az egész járművem, szóval szívás lett, kaptam egy tüzérségi lövedéket, ami nem látszott olyan nagyon. Minden esetre jó sok bónusz kaptam, de én még ott mondtam lenne, akkor itt mutatja, hogy mennyivel több mindent kapnék, persze elég komoly kereset, ugye itt is 50%, de ha már ingyenes a játék, én nem fogok rá befizetni. Na még egy gyorsat, hoppá. Ez jó drága. Javítás. Hát ha megkapjuk még a harmadik pályát is a játékból, így harmadjára. És úgy mondtam, nagyon poén játék, jól rá lehet függni, főleg egy-két baráttal játszunk szakaszban. Megmutatjuk egymásnak az építményeinket, roppant poén, olyan mintha a LEGO részéről lenne egy multiplayer játék, ami ráadásul még lövöldözős is. Ó igen, itt is vagyunk, ez a harmadik pálya, a kanyonos. Amilyen szerencsés sorsolás. Bemutattatom mindhárom pályát egy videóban. Bár olyan sok mindent nem láttok belőle, de ha letölditek, kipróbáljátok, úgyis tapasztalni fogjátok, egyedülre nem nagy a szórás ilyen formán, és ez egy elég erőteljes 5-ös szintű meccs. Azt viszont tudni kell, hogy itt a tierek között a lehet még nagyobb különbség van, mint modban, mert ugye megvan határozva, hogy mennyi egy tier felső határaig mik lehetnek a járműveden, vagy mennyi mindent tudsz rápakolni, utána már a következő szintben vagy, és akkor érdemes azt is fullosra kiúzni, hogy a lehető legerősebb legyél a szinteden. A lehető legerősebb dolgot összerakod a szinteden. Szóval én épp hogy nem vagyok 5-ös szintű, viszont akik itt 5-ösök, azok meg épp hogy nem 6-os szintűek, hogyha úgy építenek, tehát elég komoly fegyverzetbeli különbség lehet. Például azok az ágyuk jó nagy ágyuk. Nem is tudom, nekem van-e ekkora ágyum, szerintem nem akkora. Ráadásul az enyémek E4-es ágyuk, amik a frontomban vannak, ezután már csak az E5-ös van, azok a TL10-es ágyuk mondhatni. Kövessük a Lemming vonatot. Óvatos a ütközéseken, mert ahogy mondtam, még azért valamennyire laggosak a szerverek, illetve az én játékom sem különösebben villámgyors. Szóval könnyű összeakaszkodni és felborítani társakat, amit nem igazán szoktak értékelni, például ez az ütközés elég érdekes volt. Állított a tüzési, aki elvitte a fél járművem. És azt elvitte a másik felét is. Mi az Isten történik? Jelenleg ismét nem nagyon tudok kiegyensúlyozottan mozogni, mert egyik oldalon van a teljes járművem szinte. Itt elvileg jön, de mindjárt egy enemy. Talán meg tudjuk majd lőni. Ha közelebb jönne, akkor esetleg tudnék is ellene harcolni. Viszont jelenleg egyik oldalon, bal oldalon nagyon elhúz a tömegem. Áó. Minden esetre ez a játék, tudom, nem fizetek be a javításba. Nagyon poén, nagyon kedvelem, és
végtelen lehetőségek vannak benne, amelyen rendkívül vicces. Ha játszottatok a LEGO részről, ezt feltétlenül, és tetszett nektek az a játék, hát hogy ne tetszett volna, feltétlenül próbáljátok ki, mert valami eszméletlen, és mivel még alfa, ennél már valószínűleg csak jobb lesz, legalábbis reméljük, hogy csak jobb lesz ennél. Sikerült kikítetni.